Egy-egyel ért véget a mérkőzés, ugye egy felsőház csapattal játszottatok, igazán fordulatos is volt. Te hogyan láttad a mérkőzést, hogyan értékelnéd? Hát ahogy mondod, tudtuk, hogy milyen játékot játszanak, igazából egész héten erre készültünk. Azt gondolom, hogy taktikai utasításokat sikerült betartani. Igazából csak rajtunk múlt, hogy nem tudtuk megfordítani a mérkőzést. Szerintem akár győzhetünk volna is, hogyha egy kicsit a végjátékra jobban figyelünk. Dunaújvárosban megyünk majd, az is egy nagyon komoly ellenfél lesz. Milyen találkozóra van ott kilátás szerintem? Ugyanilyen mérkőzésre számítok, igazából ők is felsőházból tartózkodnak. Tavalyi szezont is előkelő helyen zárták, úgyhogy ugyanilyen harcos mérkőzésre számítok. De miként értékelni? Hát, hogyha reálisan akarjuk értékelni, azt gondolom, hogy egy igazságos döntetlen született. Egy kis szerencsével megnyerhettük volna a mérkőzést, de összességében azt gondolom, hogy ennyi volt benne. Dunaújvárosba megyünk, most jönnek sorban nehéz meccsek majd az ilyen csapatok ellen. Ott milyen találkozóra van a kilátás? Így van, a Michelin is egy jó minőséget képviselt. Lehetett látni, hogy egy labdaszerzésben milyen gyorsan és milyen jól tudnak átmenni támadásba, tehát nagyon veszélyes csapat volt. Tehát Dunaújváros is egy masszív, több éve NB3-ban játszó csapat, úgyhogy ott is nagyon nehéz dolgunk lesz.